Sziasztok, skorpiók! Köszöntelek a csatornámon Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy augusztusban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. Kezdjünk is hozzá, először is a rózsa kártyáját nézzük meg, ahol a kártya, aminek üzenete van a számodra, az a mi vagyunk a természet. Amikor úgymond megnyugodsz, és összeköttetésben élsz a körülötted lévő környezettel, valamint az emberekkel. Tehát itt a természet ebben az időszakban lehet, hogy nagyon fontos szerepet fog játszani az életedben. Lehet, hogy ki kell többet menni kirándulni a fákba, a fákhoz, az erdőbe, hogy jobban lenyugodj, hogy kicsit úgymond földeld az energiádat. Tehát itt ez a nyugodtság nagyon fontos szerepet játszik ebben a hónapban, hogy lehet, hogy többet kell meditálnod, lehet, hogy többet kell a természetben lenned. De nézzük meg, hogy miről szól a taró, mi az üzenete a tarónak. A kirakásod középpontjában az érmék királya áll. Az érmék királya, ami lehet a te energiád egy személyé, vagy a kártya energiája. Ez egy olyan személy, aki nagyon gazdag, nagyon jól bánik a pénzzel, nagyon jó üzletember, és mindig jó pénzügyi döntéseket hoz, keményen megdolgozott, amit elért, és igazán ez egy elég konzervatív energia, de mindenképpen jelzi a hosszú távú pénzügyi stabilitást, mivel ő a leggazdagabb az összes király között, nézd meg, hogy milyen csodálatos aranytrónon ül. Tehát itt ez jelenthet egy vezető szemét, jelenthet egy vezető szerepet is, amit lehet, hogy be kell töltened, de jelentheti a pénzügyi, a hosszú távú pénzügyi stabilitást, ami bejön az életedbe. Tehát ha egy ilyen szemétől kapsz tanácsot, üzleti tanácsot, pénzügyi tanácsot, befektetési ötletet, mindenképpen meg kell fontolnod, mert ez a személy nagyon jól bánik a pénzzel. De nézzük meg, hogy milyen kártyák veszik körül. Az első kártyát a hold. A hold általában, ami a félelmeket jelentheti, valamint az instabilitást, amikor nem vagy biztos a helyzetedben. Tehát itt lehet, hogy valamilyen olyan szituációban mentél át, ahol bizonytalannak érezted a helyzetedet. Amikor a hold kijön, nagyon fontos az, hogy figyelj a megérzéseidre, a belső hangodra, mert az segít neked azon, hogy átvészeld ezt a helyzetet, és segít neked abban, hogy megtaláld az utat valami csodálatos dolog felé. A hold általában jelölhet árnyékú dolgokat, olyan dolgokat, amiről még nem tudsz. Tehát lehet, hogy itt van egy olyan lehetőség, amiről még nem tudsz jelenleg, és a semmiből fog előjönni. Nekem igazán a holdnál nagyon érdekes az az allegória, ami azt írja le, hogy például jelentett olyan félelmeket, amikor át akarsz menni egy erdőn, a nappal soha nem félsz, de amikor este kell ezt megtenni, akkor többször is meggondolja az ember. Tehát itt ilyen jellegű félelmeket, bizonytalanságot is leírhat a hold. Aztán a következő lapunk pedig a csillag kártyája, ami nagyon jó, nagyon pozitív, mert ez a kártya a remény, a pozitivitás, a gyógyulásnak a kártyája. Amikor valamilyen negatív élményen mentél át, ami teljesen átalakította az életedet, te már túl vagy rajta, sikerült megbirkózni vele, és innentől igazán reményteljesen nézel a jövőbe. Mert a csillag az a reményeink, a kívánságainknak a teljesülése. Ez az az energia, amikor az univerzum elhozza neked a kívánságodat, vagy annál valamit, ami sokkal jobb, mint amit kívántál. Tehát amikor a csillag bejön, akkor nagyon jó dolgokra várhatsz. Aztán a halál kártyája itt igazán jelzi azt, hogy az életed egy nagy átalakuláson ment át. És jelzi azt is, hogy az életednek egy fejezete lezárult, és egy teljesen új fejezet kezdődik. Tehát itt ez jelentett egy projektet, jelentett egy állást, jelentett egy munkahelyt, jelentett egy üzletet, egy iparágat, ami
ami fontos szerepet játszott az életedbe, de lezárult. És ez igazán jelzi azt, hogy átalakultál te is. Tehát ez egy átalakulási folyamaton mentél át, amikor a halálkártyája megjelenik, és a régi éned az a múlté, és innentől egy új személy vagy. Tehát itt a halálkártyája, itt mindig az a fontos üzenet, hogy ez egy olyan változás, ami ellen nem szabad küzdeni, fogadd el, bármilyen változáson is ment át az életed, és ha elfogadod, akkor igazán könnyebben fogsz átmenni ezen a változáson. Aztán a következő lapunk az az érmék királynője, ami nagyon csodálatos, különösképpen, hogyha megnézed, mind az érmék királya és a királynője megjelent ebben a kirakásban. Tehát az érmék királynője a női energiája az érmék uralkodóknak, tehát ő is egy nagyon konzervatív, egy olyan személy, aki jól bánik a pénzzel, és ő hajlandó ezt megosztani is a szeretteivel, a körülötte lévő emberekkel. Tehát itt érdekes ez a kapcsolat az érmék királya és a királynője között, mert ez egy tökéletes kapcsolat, egy tökéletes üzleti kapcsolat. Tehát itt ez jelenthet, hogy valakivel úgymond összehozott a sors, akivel egy nagyon jó párost alkottok. Ez lehet egy üzleti kapcsolat, ez lehet egy munkahely, ez lehet egy főnök, akivel nagyon jól kijöttök, és nagyon, nagyon jó párost alkottok. Tehát ez egy, az üzleti életben én azt mondanám, hogy amikor az érmék királya és királynője összejön, az egy verhetetlen páros, mert mind a kettő okos, mind a kettő jó bánik a pénzzel, és ők nagyon jó pénzügyi döntéseket hoznak együtt. Tehát itt van valamilyen tökéletes párosítás, ami jó hatással lesz hosszú távon a pénzügyi életedre. Aztán a következő lapunk az a Kejhek 3-as, ami az ünneplés, a kártyája, az ünneplés, a boldogságé, amikor, tehát itt lehet, hogy ezt az új kapcsolatot, üzleti kapcsolatot, leállást, lehetőséget megünnepled, vagy valamilyen összejövetelen hozott titeket össze a sors. Itt, ami nagyon fontos, az, hogy a Kejhek 3-as az valamilyen ünneplést, jó híreket hoz az életedbe. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de mielőtt oda megyünk, fontos kiemelni azt, hogy mind a kettő földi egy. Tehát itt a föld, a természet, a földel, a földelés, a nyugalom nagyon fontos, mert itt az első kártyád is a természet erről szólt. Tehát ne felejtsél lájkolni, megosztani valamit, feliratkozni, az a mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, mert, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá, neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és nagyon szívesen olvasom a kommentben azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életeddel. Tehát a következő lapunk az a botok kettes. A botok kettes, ami a tervezés és a döntés kártyája. És az első dolog, amire felfigyelek itt, a nyuszi. És azért érdekes a nyúl, mert általában az érmék királynőjén is van egy nyúl hagyományos ábrázoláson. És a nyúl az a többszöröződés, a sokasodásnak a jelképe. Tehát itt a pénzügyi többszörösödés, a sokasodás szerintem fontos szerepet játszik, különösen ezzel a két verhetetlen párossal. De beszéljünk a botok kettesről. Tehát, mint mondtam, itt lehet egy tervezés. Tehát lehet, hogy valamilyen terveket szősz, lehet, hogy ezzel ez a párosítással kapcsolatosan szősz valamilyen tervet. De ami nekem a botok kettesnél mindig fontos tényező, hogy amit eddig elértél, valamilyen módon visszatart. Bár tudod, hogy nagyon sok minden van előtted, sok mindent kell felfedezned, de amit eddig elértél, az visszatart. Tehát gondolkozz el azon, hogy mi az, ami téged visszatart. De lejelenteti igazán csak a döntést is. Tehát, mint láthatod, ez a személy egy válaszút előtt áll,
és dönteni kell, hogy melyik úton fog haladni. Itt ez lejelentett két új lehetőséget. Lehet, hogy egy új lehetőség, a régi lehetőség, lehet egy új vállalat, egy új vállalkozás, partner, üzleti kapcsolat, saját vállalkozás. Tehát mindenkinek másképpen jelenik meg. Ami fontos itt, hogy tudni fogod azt, hogy melyik a jó választás. Tehát láthatod, hogy itt vannak jelek, vannak utalások, ami segít neked eldönteni azt, hogy hogyan folytasd tovább. Aztán a következő lapunk pedig a kelyhek ásza. A kelyhek ásza, mint minden ász, valamilyen új kezdetet, új fejezetet hoz el az életedbe. Ez egy nagyon boldog, nagyon ünnepélyes, nagyon jó fejezet, amikor igazán azt se tudod, hogy örülj, vagy az örömödben neves, vagy sírj. Fel szeretném hívni a figyelmet erre a sok halra, ami igazán körülveszi ezt. A hal is általában a gazdagságnak a jelképe. Itt jelentett valamilyen kreatív projektet is, tehát itt a kelyhek általában köze van a kreativitáshoz is, tehát lehet, hogy van valamilyen kreatív projekt, amit elkezdesz. De mindenképpen valamilyen új, boldog fejezetet hoz el az életedbe. Aztán a kardok hatos pedig jelzi azt, hogy sikerül a nehézségeket a múltba hagyni, sikerül a viharos időszakot magad mögött hagyni, és innentől egy nyugodt időszak jön az életedbe. Tehát itt lehet, hogy a nehézségeket hagyod magad mögött, lehet, hogy továbbálsz úgymond mentálisan, lehet, hogy egy projektet, egy állást, egy üzletet hagysz magad mögött, ami nagyon viharos volt, és innentől nyugalom jön az életedbe. Jelentett utazást is, lehet, hogy hajóval fogsz utazni, mivel nyár van, augusztus. Aztán a pakli alján a nap jelent meg. A nap, ami valószínűleg már tudod azt, hogy ez a legpozitívabb lap. Tehát amikor a nap kijön, akkor jókat várhatsz az életedbe. Ez a pozitivitás, az életigenlés, a gazdagság, a szerencsének a kártyája, tehát itt valami csodálatos dolog jön be az életedbe. Szeretném egy pár dologra felhívni a figyelmedet. Tehát ami érdekes, egyrészt, hogy mind a nap, mind a hold megjelent ebben a kirakásban, valamint a nap, hold és a csillagok. De beszéljünk először a nap és a holdnak a kapcsolatáról. Tehát ha belegondolsz, mind a nap, mind a hold általában rávilágít valamire. A hold az a sötétben próbál minket irányítani, a nap pedig teljesen véget vet a sötétségnek, és fényderít mindenre. Tehát itt jelentheti azt az ellentétességet is, tehát amit a nap és a hold hoz egymással, a sötétség, a fényesség, a yin-yang, a férfi és a nőies energia, ami ugye természetesen a két érmék uralkodónál is megjelenik. Valamint a csillagok is általában vezetnek minket egy bizonyos irányba. Tehát szerintem itt a jelek, az irányítás, a fentről jövő irányítás az nagyon fontos üzenet. Tehát itt egyrészt az, hogy a sötétségben is volt, ami segített neked abban, hogy megtaláld az utat, valamint a nap jelzi azt, hogy ez a sötétség teljesen véget ér. És ugyancsak ebben, ennél a kártyánál is, ha megnézed, a nap teljesen rásüt erre az útra, hogy segítsen ennek a vándornak eldönteni, hogy melyik úton haladjon fel tovább. Tehát itt valami segíteni fog neked abban, hogy dönts, még nagyon sok természetjellegű ábrázolás is van. Tehát mindenképpen kérd ezt a csodálatos, pozitív energiát, amit a nap, a csillag, az érmék a párosa, és ez a kelyhek ásza és hármasa jelent. Tehát kérd, hogy ez a pozitív energia bejön az életedbe, és remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.